Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az RTV 51. adását láthatják. Kilátó című magazin műsorunkban összefoglalót láthatnak a térségünkben első alkalommal megrendezett parciumi vágtáról, valamint interjút tekinthetnek meg Kertész Violával, Szalacs község nótafájával. Adásunkat híradóval zárjuk. Idén Köröskis Jenőben első alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a parciumi vágtát. A nagyvárattól 17 kilométerre lévő Köröskis Jenőn, a Kingsland szabadidőparkban szélcsend, napsütés és repülésre alkalmas idő fogadta az első parciumi vágtára érkezőket. A Nemzeti Vágta három külhoni előfutamából itt szervezték meg a parciumi vágtát, amelyről a budapesti vágtára három lovas nyer részvételi jogot. A reggeli pályabejárást követően megkérdeztünk néhány lovast, hogy mennyire felkészültek, mennyire izgulnak és milyen céllal érkeztek. Többek között Székelyhíd képviseletében Csornai László nagykágyai versenyzőt is. Hogy ment a bevezető, felvezető kör? Elég jól ment, nem olyan túl sokat lovagoltam a lovon, 2-3 napot ismertük meg egymást, és elég jól. Szerintem elég jól leszünk. Akkor nem a saját lovad? Nem, a Kingslandtől kaptam kölcsön, és ezen lovagolok. Bihardi Országról érkeztem, mind a ketten érkeztünk. És hát már elég régóta, vagy 8 éve kezdtem el lovagolni, de hobbi szinten. Most ez az első, ami inkább semmi komolyabb. Reménykedünk a győzelemben. Hogy érzitek magatokat így az első verseny előtt? Majdnem. Hát izgatottak vagyunk szerintem. Ő még nem tudja, mire vállalkoztunk, de jó csapatot fogunk alkotni. Bízunk benne, hogy minden rendben lesz. Hogy érzed magad itt a verseny előtt? Itt izgulunk. Mert valami új nekünk, egy frízel, egy vágtabba, ez valami új. Szóval érdekes lesz. Remélem, hogy minden jó lesz, és nem lesz baleset nekem, vagy a lovas, vagy a lovnak. 2008-ban indult a Nemzeti Vágta, melynek célja, hogy a nemzeti lovas hagyományt felelevenítse, új tartalommal gazdagítsa, és nagyszabású kulturális fesztivált hozzon létre. A Nemzeti Vágta a magyar tradíciókra épülő, nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, mely ilyen formán egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő országos kulturális esemény, melyre 2009 óta már nem csak Magyarországról, hanem határon kívüli magyar településekről is érkeznek versenyzők. Így a szombati előfutamon a parciumi, erdélyi lovasok mérték össze tudásukat és lovaik gyorsaságát. Bendes Csaba, a Nemzeti Vágta nevezési igazgatóját a nevezési kritériumokról kérdeztük. 15-en neveztek, de miután a Nemzeti Vágta versenykírás, a versenyszabályzata elég szigorú, így 10 település felelt meg a versenykírásnak. Ami nagyon fontos, az az állatorvosi kontroll, a lovak egészsége, épsége nagyon fontos, úgyhogy az állatorvosi kontrollon 2 ló nem tudott átmenni, és 3 település pedig egyéb okok miatt nem fog tudni részt venni a versenyen, illetve ebből a 3-ból 2 egy úgynevezett reményfutamba fog starthoz állni, úgyhogy tulajdonképpen 10 fognak menni a kvalifikációs versenyben, és 2 pedig a reményfutamba, úgyhogy a 15-ből 12 fognak most starthoz állni. Hogy pontosan hogy is zajlik ez a futam, hogy hány méteres a pálya, és hány kört kell megtegyenek? Jó, a versenyszabályzatunk azt mondja, hogy a távnak 1100 és 1300 méter között kell lennie, mindig az adott helyszíni, tehát az adott pálya alapján döntjük el, hogy pontosan mekkora is a verseny távja. 1250 métert fognak megtenni a versenyzők, 2,5 kört fognak megtenni, az egyik egyenes elején lesz a start, és a másik egyenesnek a közepén nagyjából a cél. És gondolom, hogy a leggyorsabb a
így van, a lóversenyeknél ez általában így van. A lényeg, hogy három előfutamot fogunk tartani, az első előfutamban négyen, a másodikban és a harmadikban hárman futnak. Mindegyik előfutamnak az első helyezettje kerül a döntőbe, és délután 6 órakor kerül megrendezésre a döntő, ahol pedig az három előfutam nyertes fogja összemérni erejét, illetve hát nyilván ügyességét, lovai sebességét, és a háromból pedig az első kettő fog teljesítmény alapon bejutni Budapestre, és a helyszínnek, ugye a Kingslandnek van egy szabad kártyája, tehát Körös Kisjenő a mai teljesítménytől függetlenül 100%-ig biztos, hogy ott lesz a budapesti döntőben. Az első előfutamban négy lovas állhatott rajthoz, Kárásztelek, Tűre, Hegyközcsatár és Bihar képviselői. Az izgalmas futamot Zagykó Mátyás és Grande nevű 10 éves arab félvér lova Bihar község versenyzői nyerték. És start, elindult a verseny, remek indítást látunk összességében, és a szürke dresszes lovasnak sikerült a legjobban az indítás. Most úgy látom, hogy Bihar lovasának, mintha lenne előnye, nagy kérdés, hogy a kanyarban majd hogyan fog menni Hegyközcsatár lovas a Szabó Gyula. Szabó Gyula és Rigó próbálja erősen meglovagolni, de egyértelműen Bihar lovasa most vezet másfél hosszal. És jön az utolsó félkör, és kérem szépen, jön az utolsó része a versenynek, amikor Bihar lovasa egyértelműen Zagykó Mátyás megnyeri a versenyt. Egy jó versenyt láthattunk, szerintem, én bentről legalábbis úgy éreztem. A lovat megpróbáltuk felkészíteni, itt megmutatta a tudását, sikerült az első helyen végeznem. Az előfutamban, aztán a döntő 6 órakor meglátjuk, hogy mit tudnék teljesíteni. Lovakkal tulajdonképpen 2004 óta foglalkozunk, nem kizárólag sportlovakkal, hanem vannak otthon tenyésztett lovaink, vagyis ami kemény fizikai munkára vannak fogva, földművelése, vagyis szántóföldi munkákat is akár el tud végezni. Sportlovazással 2008 óta foglalkozunk komolyabban, már előtte részt vettünk előfutamokon, szerepeltünk sarkadon, akkor én még nem lovagoltam előfutamokon, én részt vettem egy debreceni Simonyi vágtán. Ott egy második helyet tudtunk elérni, megszerezni, ott egy picit komolyabb lovakkal futottunk, komolyabb verseny volt. Volt már a Simonyi vágtán még egyszer testvéremmel, ott egy első helyet szereztünk meg, úgyhogy a ló aránylag jó kondícióval és jó felkészítettséggel bír. Nagy Kágya, Körös Kisjenő és Bihar Diószeg képviselői a második előfutamban indulhattak. A rajt után nem sokkal a versenytempó ügetésbe váltott át, és az élen járó Körös Kisjenői páros nagy fölénye ellenére bevárta a másik két versenyzőt. Végül a közönség biztatására az utolsó kanyarban dőlt el a végeredmény. A Körös Kisjenői páros győzött, de az állatorvosi vizsga után a délutáni döntőn már nem indulhatott. Nagyon szoros, izgalmas előfutam alakult ki a harmadik futamnál is, amelyben Érkötvélyes, Nagy Szalonta és Szalárd képviseltette magát. A futamot Zagykó Jáci nyerte, Nónius félvér, Veszta nevű lovával. És start, kérem szépen, egy vonalban gyönyörűen elindult a mezőny, és a három ló szinte teljesen egyszerre fog majd megérkezni az első kanyarban. Nagyon erősen támadja őt a szürgében Szalárd lovasa, egyelőre Érkötvélyes a lovasa, ott van a harmadik pozícióban, de még egyáltalán nincs messze. Most már a kanyarból is, 4-3-szoros előnyre tett ki Szalárd képviselője. Most talán már vezet, benyújtott ez az előny, Szalárd lovasa a döntőben, Bihar, Körös Kisjenő és Szalárd. A győzelem az nagyon jó érzés, természetesen ezeket szavakba formálni ez lehetetlen. Picit még én is ugye az idegállapotom az még most feljebb van a kelleténél. Nagyon jó volt, ugye az adrenalin az működik, a ló az nagyon jó. A pálya nagyon jó, bíztunk, hogy minden jól fogunk, és jól is sikerült. Mennyi időt készültetek erre a versenyre? Erre a versenyre körülbelül egy olyan 3 hónap kemény munka. Az előfutamok és a délutáni döntő között a kis számú, de a nagy meleg ellenére kitartó és lelkes közönséget kultúrcsoportok, tánccsoportok előadásaikkal szórakoztatták. Emellett sétarepülésre, golfozásra, lovaglásra volt lehetőség, amit a Kingsland szabadidőpark biztosított. Míg a lovasok lovak pihentek, a hattyúk is kedvet kaptak a versenyzésre, a szalacsi fiatalok vízibicikli versenyének lehettünk tanúi.
Végül a Parciumi vágta döntője szinte tét nélküli volt, hiszen ahogy már az előbbiekben említettük, a helyi, körös kis jenői lovat az állatorvos tanácsára nem indították a döntőfutamban. De ennek ellenére a futam izgalmas volt, hiszen a Szent Jobbi Zagykó testvérek egymás ellen indultak. Most a gyorsabbnak Jácint bizonyult. És tart, hölgyeim és uraim, 2014-ben elindult a Parciumi vágtat döntőfutama. Nagyszerű startot látunk, és a belsőben versenyző Szolár lovasának jön majd ki elsőként jobban a kanyar, és a kanyarban tud gyorsítani, és ezt az első nyers megnyomja, lehet nyugodtan tapsolni, bíztatni. Megnyugtató előnyre tett szert a lovas, Szolár az első, de még egy kör van még hátra. Hölgyeim és uraim, 2014-ben a Parciumi vágtat döntőfutamában Szolár a startot a vezet. A küzdelem, remélem a szülők még jól vannak, és látják a versenyt, mert két körnek csodálatos. Az öröm, a sikeröröm az így is úgy is megvan mind a kettőnk, ugye mind a ketten tovább jutottunk a nemzeti vágtára, de viszont azért az emberben mégis ott van a kérdője, mert a testvér az csak testvér, ugye a kötődések, az, és ugye a verseny az veszélyes. De szerencsére sikerült. Ugyanúgy örültem volna, hogy ő lett volna az első, szóval bennem nincs meg ez, hogy most én feltétlenül nyerni akarok. Ugyanolyan ügyes volt ő is, ennyi volt most a lovakba, aztán még egyszerre lett pont fordítva lesz. A verseny előtt a családban megbeszélték, hogy vagy volt fogadás, valami vicces dolog? Mi ilyesmi volt, aki mondta, hogy fogadás, de ilyesmi, hogy nem megyünk bele, megbeszéltük, hogy vigyázzunk egymásra, ez normális dolog, ezt máshol is meg, ugye, megbeszéltük, hogy a kanyarokban nagyon vigyázunk. Belesetmentesen azért egy picit érdekesítettük, mert a tempót, a sebességet azt megadtuk a lovaknak, aztán egy gyönyörű verseny lett belőle. Mindenképpen nagy öröm számomra az, hogy, és megtiszteltetés is, hogy itt lehetünk, és megszervezhettük Parciumban is ezt a vágtát, bízunk benne, hogy hagyománya lesz, és lesz második, harmadik, negyedik edíció is belőle, és szerénységgel mondhatnám, de büszke vagyok arra, hogy meg is nyertük ezt a küzdelmet. Itt szerintem győzött az a lószeretet, a hagyományápolás. Ezekkel a fiúkkal mi már régóta ápoljuk a magyar hagyományokat, a lovas hagyományokat, a huszár hagyományokat, és ez bizonyosodott be, hogy milyen az egységben az erő és a gyakorlat, a lószeretet bizonyított. Mi a Berettyó mentén több település, Szent Jobb és Szent Imre, Szalád közösen ápoljuk ezeket a hagyományokat, és együtt. Tulajdonképpen mind a két fiú, az én fiam is, aki felvezette huszár civilben, huszár hagyományokat ápol, és együtt ezeket nemes, szerintem egy nemes cél érdekében akarjuk ezt megörökíteni. Én személy szerint elég szomorúan fogadtam, hogy egy lófejhoznyival lemaradtál a cél előtt, azért is, mert fogadtunk a kollégámmal, és én rád fogadtam. Te hogyan élted meg, hogy a testvéred egy picivel a vége előtt megelőzött? Nagyon jó versenyt, tekinthettek meg a nézők, mi is bent a pályán nagyon jól éreztük magunkat, megpróbáltuk a versenyt balesetmentesen megoldani. Sportszerű verseny volt, az ő lovaj klasszissal gyorsabb, aztán meg a szerencse is. Sokat számít, de ezt nem érzem magam vesztesnek, én örülök, hogy a döntőig eljutottam. Milyen céllal indulsz te személyesen a budapesti vágtán? Én személy szerint ott is jó lenne a döntőbe bekerülni, de már, hogyha egy előfutam győzelemmel büszkélkedhetek, akkor nekem már nagyon megérte, de amúgy is már ott szerepelni és részt venni egy ilyen kaliberű versenyen vagy futamon, az már nagyon nagy megtiszteltetés. Horváth Zalánt, a futam egyik pályabíróját, megkértük értékelje a versenyt. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült az első Parciumi vágta, bár a döntőben a három résztvevők közül az egyik sajnos ugye visszalépett, pont a rendező településnek a lova, de ez nem volna semmit a döntő jelentőségéből, meg a rendezvény jelentőségéből, úgyhogy én azt hiszem, hogy sikerült a célkitűzés, sikerült egy elég jó rendezvényt összehozni, az első Parciumi vágtán helyén voltak a körülmények, jó volt a pálya, jó volt az előkészítés, nagyon lelkes volt a nézőközönség, és felkészült lovasokat láttunk a döntőbe, akik közül most ugye a Jácint, illetve az ő lova volt a legjobb. Épp ez ott van a kérdésem, hogy mennyire voltak felkészülve a versenyzők, illetve a lovak a mérkőzésre, úgymond a vágtára. Hát a 10 induló közül a többségére azt mondani, hogy nagyon fel voltak készülve. Volt néhány ló, aki hát igazából nem versenyzési szempontból nem voltak annyira gyorsak, mint a többiek, de ők is nagyon lelkesek voltak, és hál' Istennek nem volt semmi probléma a baleset.
Úgyhogy gratulálok mindenkinek, gratulálok a rendezőknek, gratulálok a nézőknek, a lovasoknak, meg hát a lovaknak is. A nap végén a helyi főszervezőt a rendezvényről, a jövőbeli tervekről kérdeztük. Első megrendezésre a Párciumi Vágta a versenyzők szempontjából, a nevezők szempontjából is sikeres rendezvény volt. Ugyanakkor el kell mondjam azt is, hogy a nézőkkel, a lovas kultúrát szerető emberekkel úgy még egyelőre ezen a vágtán nem vagyunk megelégedve. Tehát arra számítottunk, hogy azért népesebb közönség jön ki az első Párciumi Vágtát megtekinteni. De ettől eltekintve most azt tudom mondani, hogy beérett a sok hónapos munkánknak az eredménye. Megszerveztük a vágtát, balesetmentesen sikerült megszervezni. Van három nevező, három versenyző, aki kijutott a budapesti nemzeti vágtáról, és ők ott fogják ettől arrafelé szeptemberben képviselni Bihar megyét, Párciumot. Tehát én mindenféleképpen úgy értékelem, hogy ez sikeres rendezvény volt. A jövőben itt a Kingsland szabadidős park fog-e helyet biztosítani más vágtáknak, hasonló rendezvényeknek? Hát azért építettük ki ezt a pályát, és elmondom őszintén, hogy nem kis pénzbe került a színpaddal, meg a rendezési munkákkal. Azért építettük ki, hogy lovas sportoknak megfelelő pályát alakítsunk ki. Szeretnénk többfajta rendezvényt idehozni, többfajta versenyt. Szeretnénk gyorsasági kocsi versenyt idehozni. Reméljük, hogy a közeljövőben ezekben fogjuk majd részesíteni a nagy közönséget. Az egész napos rendezvényt az Új Lovas Színház bemutatója zárta Kőrös Kis Jenőben, ahol nagy valószínűséggel jövőre újra megrendezik a Párciumi Vágtát. Stábunk meglátogatta Kertész Viola nénit, akit mindenki Szalacsnóta fájaként ismer. Kihajtom én a libámat legelni a rétre. Nem látom én a babámat sokszor hétről hétre. Az érszalacsi örökzöld asszonykórus 14 éve 2000-ben alakult Bihar megye első női kórusaként. A kórus nagy elismerésnek örvend a községben, jelenleg 12 tagból áll. A 88. életévében járó Kertész Viola a kórus érdekességének számít, a csapaton belül csak nótafának nevezik. Ennek oka az, hogy a néni összesen 570 népdalt ismer. Ő fogadott minket szombat délután kertjében, ahol megtudtuk, hogy édesapjától tanulta a népdalokat, amelyeket az asszonykórus is megtanított. Ezeket az asszonyokat voltunk még előbb, vagy 12-en, és ide jártak hozzánk tanulni, még a férjem is sokat tanított katonanautákat, mert elhurcolták őket, mint Leventét, és rengeteg nautát tudott. És megtudták itt a faluba, hogy Tibi bácsi meg Viola néni olyan jókedvű nautások, és eljöttek ide hozzánk egy vasárnap délután a templomból ezek az asszonyok, és attól kezdve már 14 éve, hogy foglalkoztunk ezzel. A közel 600 dalt emlékezetből akármikor el tudja énekelni, szívfájdalma viszont az, hogy a fiatalok manapság már nem érdeklődnek a népdalok iránt, sem a kórushoz nem akarnak csatlakozni, sem megtanulni nem szeretnék a dalokat. És én nem akarnám a sírba elvinni, és annyit rimánkodunk nekik, hogy jöjjenek, hogy vegyik át almán tőlük. Nem. Hát szégyelnek azok fellépni már a színpadra. Hát én nem tudom, hogy milyenek a mai Szalacson. Ez pedig egy olyan híres nautás falu volt, de most már kihalt. Ezért Viola néninek sem maradt más választása, mint füzetekbe lejegyezni dalait, amelyek így fennmaradhatnak a jövőben is. Eljárok én a templomba, hogy addig is imádkozzam, érted? És te talán nem is tudod, hogy téged sújt legjobban a vétek. Mert akinek nincs istene, az embernek sem számít. Bármerre is visz az útja, nem vezet az el a boldogságig. Ezt figyeld, Alika, egy csalt kétféleképpen lehet feltetni. Tánca, meg kloroforma. De mi nem vagyunk állatok. Hát jó, te igen, de én nem, úgyhogy az elsőt választjuk. Ezt figyeld.
Szia! Ismered a parasztántot? Nem igazán. Nem! Ezt figyelj! Kapa! Kasza! Lapát! És szedjük a medgyet, és permetezünk. Jaj, bocsia, a szemedbe fújtam egy kicsit. Na, bejön mi? Láttam már jobbat is. Te, figyeld meg, milyen furcsa szaga van ennek a zsebkendőnek. Szagold meg! Te normális vagy? Nem megy a csajozás? Tartogasd magad a Szabadságfesztre! 3 hetes intenzív angol nyelvtábort indít az Érhangi Egyesület, a Learning Enterprises és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nagyváradi szervezet segítségével június 30 és július 17-e között. Az interaktív foglalkozásokat a tábor ideje alatt egy Amerikából érkező angol nyelvtanár tartja majd, aki a szóbeli kommunikáció erősítésére fekteti majd a hangsúlyt. A tábor helyszíne a Székelyhídi Munkásklub nagyterme, a részvételi díj 40 lej a tábor teljes idejére. Jelentkezni a képernyőn látható telefonszámokon és az érhangja1@gmail.com e-mail címen lehet június 27-én 19 óráig. A 4. gyereknapi karate kupán szerepeltek a Phoenix Karate Klub tagjai Nagy Károlyban. A megmérettetésen Olaszország, Szlovákia, Magyarország és Románia klubcsapatai mérték össze erejüket és tudásukat. 190 indulóból 12 főnixes szerepelt a furcsaságokkal teli versenyen, ahol a megszokottól eltérően 2 versenykategóriát vontak össze. Ennek volt köszönhető az is, hogy Deák Gergő, a csapat egyik legjobbja, partner hiányában kimaradt a versenyből, és Vigasz aranyérmet ajándékoztak neki. Összevont kategóriájában viszont Kokovai Csongor ezüstérrel már gazdagodhatott. A csapat számára az edzőtáborok időszaka kezdődik most el, ahol a lengyelországi világbajnokságra készülnek. Gyerekzsivajtól volt hangos a Hegyközszent Miklósi Kultúrház június 7-én a Kapunyitogató nevű programnak köszönhetően. A délután 3-tól kezdődő programok keretén belül változatos tevékenységek zajlottak. Mindjárt a legelején gyerekeknek szánt kézműves foglalkozásokkal kezdődött a délután, ahol is természetes anyagok felhasználásával készültek virágcsokrok, sípok és más egyéb érdekességek. Csuhét hoztam, színeztem meg pirosat is, és virágot készítettünk belőle. A másik pedig diósípot és zuzolót, az pedig nádból, bambusznádból. Melyiknek volt a legnagyobb sikere? Hát szerintem mindegyiknek. Mindet szívesen készítették, és el is fogyott az alapanyag. Határon túli kézműves termékek bemutatóját is láthattuk,
melyben nagyrészt a népi viselet tárgyi emlékei kerültek bemutatásra. Ez a debreceni cifraszűrnek a mai modern változata, ezek éppen gyerekek számára készült darabok. Eredetileg a cifraszűr fehér alapon pirosra készül, és ez pontosan ezt a színvilágot mutatja. Városunkat a székelyi néptánccsoport képviselte, amelynek tagjai a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermek Jézus otthonából, valamint az iskolai gyermekei közül kerültek ki. Színes és dinamikus műsorokat nagy tapsal jutalmazta a közönség. A nap csúcspontja azonban a Táncház elnevezésű program volt, mely a debreceni Hajdú Néptánc csoport nevéhez fűződik. Amellett, hogy változatos tájegységeik táncát láthatták az érdeklődők, sor került a tájegységek népviseletének bemutatására is. A lelkes közönséget több ízben is népdaltanulásra csábították. A végén közös tánctanulás zárta a délutánt. Lassan 11 éve vagyok az együttes tagja, és a csoporttal 2 éve, valamint hát itt vegyesen voltunk, mert voltak ifjúsági csoportból is, és a felnőtt csoportból is voltak táncosok, úgyhogy már jó pár éve, legalább 5 éve dolgozunk együtt, azt hiszem. Mint megtudtuk, ez a rendezvénysorozat a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében zajlik, melyről többet megtudhatunk Szabó László munkatárstól. Az elmúlt évben indult el mi nálunk a Kapunyitogató című programsorozatunk. Ennek az a lényege, hogy kis településekre, olyan helyekre, ahol már kevésbé működnek a művelődési házak, vagy netalántán sajnos be is zártak, oda próbálunk a lakosságnak komplex kulturális programokat kivinni. És ebben az évben először most már a határon túlra is átjöttünk, és ez minden határmenti megyére jellemző. A Hegyközszentmiklósi Toldi általános iskolában és az Érkőbölkuti egyes számú iskolában a hétvégén is zajlott az élet. A vasárnapi iskola alapítvány munkatársai Huszler Vilmos és Szabó Edit kézműves foglalkozást tartottak az iskolák diákjainak. Általában a foglalkozások többnyire kötődnek bizonyos alkalmakhoz. Például most, hogy itt vagyunk, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, ami június 4-én volt, annak az alkalmából, illetve egy gyereknap alkalmából próbáltunk összeállítani olyan különböző játékos, énekes hát összeállításokat, amik ehhez az alkalomhoz illenek. A kézműves foglalkozást járólapra történő rajzolás és sportvetélkedő zárta. Június 10-én az Érolaszi iskola udvarán a kolozsvári kincses íjász hagyományőrzőkör tagjai rendhagyó történelem órát tartottak. A gyerekek ízelítőt kaptak a honfoglaláskori magyarok szokásairól, fegyvereiről és öltözékéről. A program íjász bemutatóval zárult. A gyereknapi programok záróakkordjaként Vidám versek címmel szavaló versenyt szerveztek június 6-án a Margittai Horváth János Elméleti Liceum kisiskolásai számára. A szervezők célja egy vidám hangulatú verseny megteremtése volt, ahol a gyerekek felszabadultan vidáman adnak elő koruknak megfelelő, jópofa, humoros verseket. A szavaló versenyen közel 80 kisdiák vett részt, akiket 3 korcsoportban értékelt a zsűri. A verseny különlegessége, hogy a tanult verseket a gyerekek illusztrálták, és az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztek. A szervezők Almási Judit és Szűcs Andrea tanítónők ezúton is köszönik az iskola vezetőségétől kapott támogatást, és a közreműködő tanítónőknek, zsűri tagoknak a segítséget. Nem utolsó sorban pedig a lelkes gyerekeknek a részvételt, a felkészülésre szánt időt és a bátorságot. Ifjúsági napot tartott június 6-án a Vidifisz és a Moke Monos Petriben. A környékbeli települések ifjúsági szervezeteinek megismertetése volt a célja az eseménynek, amelyen megjelent Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő és Szabó József, a MIért elnöke. Ők köszöntötték a megjelenteket, akik ott alvós bulival zárták az estét.
Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, következő adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk. Viszontlátásra!